Az energiaválság okozta nehézségek áthidalása érdekében indította el a kormány a magyarországi barnakőszén programot, lehetőséget adva a lakosságnak a hazai barnakőszén elérhető áron történő megvásárlásához. Az igénylés módjáról Rozgonyi Erik gyár címzetes főjegyzője tájékoztatott. Felmérték a tél folyamán, vagy az ősz folyamán leginkább a barnakőszén igényeket Magyarországon a kormány megbízásából, és ennek a keresletnek a kielégítésére egy állami tulajdonú céggel, az Ormos Szén ZRT-vel kívánja a kormány ellátatni a feladatot. Létrehoztak egy weboldalt, ez a hazaiszén.hu weboldal, és ezen keresztül lehet barnakőszenet igényelni. Nagyon fontos, hogy ezért fizetni kell, sem a kiszállítás nem ingyenes, sem pedig a barnakőszén nem ingyenes. Ugyanúgy működik, mint egy webáruház tulajdonképpen, tehát felmegy oda a látogató, regisztrál, és leadhatja a barnakőszén rendelést, amennyiben szüksége van rá, illetve az önkormányzatok segítségét kérte a kormány abban a tekintetben, hogy aki nem rendelkezik internet eléréssel, vagy nem tudja megoldani otthonról ezt a webáruház használatot, akkor azokat segítsük. Nálunk gyálon ez az Arany János Közösségi Ház segítségével fog megvalósulni, ami azt jelenti, hogy március 1-től 8 és 16 óra közötti időpontokban lehet a közösségi háznak az információs pultjánál segítséget kérni. A segítség azt jelenti, hogy segítenek kitölteni a megrendelő lapot, ezt a közösségi ház munkatársa beszkenneli, elküldi az adott e-mail címre, ahol a megrendelést fogadják, küldenek egy automatikus visszaigazoló e-mailt, ezt a közösségi ház odaadja a megrendelőnek, és onnétól kezdve a megrendelő tulajdonképpen az ott megadott elérhetőségeken az Ormos Szén ZRT munkatársaival, illetve a Magyar Posta munkatársaival fogja tartani a kapcsolatot. Meddig lehet jelentkezni erre a programra? Egyelőre nincsenek véghatárideje, azt gondolom, hogy amíg van barnakőszén, addig lehetőség lesz ennek a megrendelésére.